Hello, sziasztok! Elméletileg kezdünk, aztán majd meglátjuk, hogy küld-e értesítőt. Gyorsan megosztom, aztán utána bele is csapunk. Meglátjuk, kik lesznek az első érkezők. Oké. Közben mondjuk nem ártana telón is csekkolni. Aha, jó, küldött értesítőt, szupi. Gyorsan kitesszük Instagramra. Így. Kezdődik az SSO Live, gyere csatlakozz te is, várlak. Köszönjük. És akkor még a DC maradt. Mindjárt nézem a csetet. TikTokon még nem indítottam, azt majd ezután fogom. Jó. És akkor kapnak egy képernyőképet. De fáradt vagyok. Itt látszik, hogy rég volt live. SSO live. Elfelejtettem beállítani. És képet se raktam be. Na mindegy. Várjatok, leállítom. Addig is meséltek kinek, hogy telik a hosszú hétvége. Ezt most jól elcsesztem. Na mindegy. Elfelejtettem, hogy először ezt kell beállítjuk. De tedd már be a képet. Ott a Szabin. Nem engedi az SSO-s képeket, fergeteges. Gyorsan valaki dobjon egy SSO-s képet. A chat meg YouTube-on még azt írja, hogy nem kommentelt senki, pedig amúgy de. Maria Knight, szia, szia, hogy vagy, hogy telik az ünnep? Na, végre valamit beengedett rakni, csoda. Igen. Élő cél. Azt sem tudom, hogy van-e valami húsvétos. Hát, tojást nem látok. Maradunk akkor a rózsánál. 25 rózsa. Élő. Oké. És akkor kell még a chat. Na, megjött Huna Channel is. Szia, szia. Na, és ha minden igaz, akkor most már mindkét felületen lesz kép. Ennyit kellett várni, srácok. Köszönöm a türelmet és elnézést mindenkitől. Csak nehezebben indultunk, mint gondoltam. Itt látszik, hogy kimarad 3, 4, 5, 6 nap, és kiesek a rutinból. Elfelejtettem beállítani a TikTokra a dolgokat, úgyhogy srácok, most már ott is futunk, meg YouTube-on is. YouTube-on szokásosan kezdjük egy like nyomással, TikTokon pedig így folyamatosan tudtok lájkolni. Illetve ott mindjárt elérjük a 12 000 követőt, srácok, három ember hiányzik, ha az ma meg lesz, akkor örülünk, de amúgy nagy eséllyel benne van a pakliba, hogy meg lesz. Most húsvét van, nem számítok nagy néződömpingre, igazából azért tartom meg a live-okat, hogy ha valaki éppen nincs a családjával, vagy ráér, van kedve játszani, kicsit beszélgetni, kikapcsolódni, akkor tud jönni. Átbeszélhetjük, hogy teltek az ünnepek, hogy készültek a jövő hétre, milyen volt a családi összejövetel, ha volt, meg hasonló dolgok.
mindig az ünnepeknél azért szoktam így tartani. Aztán kedre tervezek hosszabban live-ot. Elnézést, hogyha Jana néha belekölg a háttérbe, gyógyul, de még mindig nem 100%-os nyilván. Na, most már itt vagyok és figyelek. Igen, egész jól, bár egyedül vagyok a szállon, mert a barátom dolgozik, az kellemetlen, mondjuk holnap én is dolgozok. Szia Zsófi 2, úristen, de rég nem voltam itt. Szia Zsófi, hogy vagy, akkor mesélj, Mizu van. Bejött ugye gyakorlatilag a szerdai nagy frissítés, ahol ugye a live-ot el kellett halasztani, mert Jana akkor lett beteg. Elvileg, ha jól tudom, az ide jött be, bár én azt hittem, hogy most az a frissítés jön, ja nem, ott van valami, várjál. Hát itt is van valami, meg ott is amúgy. Nézzük csak meg. Tehát a Lovas Fesztivál, aha, az ott van, meg itt is. Ja, kettő helyen van, ez zavart meg engem. Jó, boldog gyuszit mindenkinek, itt van. Boldog húsvétot. Itt azt mondták, hogy ugyanaz, mint tavaly. Tehát, hogy gyakorlatilag sok új ilyen tulipános zseton, ez lehet, már tavaly is ilyen volt amúgy. Kerestek téged, igen, újra zsetonokat fogunk gyűjteni, úgy látom. Hirtelen majdnem azt hittem, hogy itt áll a Mikulás szánkója, de rájöttem, hogy ez nem a Mikulásé. Úgyhogy üdvözlök mindenkit, jó szórakozást kívánok, lehet jönni, Coconut Mountain szerveren vagyunk itt. Igen, mai téma öltöz össze a természettel, sziget zöldelő árnyalatai legyenek a múzsát, ne nézz így rám, Ginny ad szüleménye. Gyere vissza, ha úgy érzed, készen vagy. Van ilyen, hogy be kell öltözni? Erre viszont nem emlékszek, lehet, hogy csak tavaly én nem játszottam. Figyelj, zöldbe fogunk öltözni, azzal a lendülettel. Megnyitjuk ott a gatya, a zöld, csizma zöld. Keressünk valami rikító zöld felsőt, azt már láttam. Végül is amúgy zöld, kell egy zöld koba, ott van. Én amúgy szerintem nagyjából el is készültem, de nem. Kész vagyok. It's easy. Jövök vissza. Haló. Készen állsz, hogy hogy a viharban ne? Úgy nézek ki, mint egy sétáló fa. Druidek Vildélben imádnának. Köszönöm szépen. Íme a sétáló fa. Megtudtuk, hogy így néz ki egy sétáló fa. Köszönöm, hogyha TikTokon nyomjátok a lájkot, megosszátok, srácok, esetleg beszálltok a rózsaélő célba, vagy egy szívlej engemet, itt hagytok így ajándékba, vagy csak úgy. Halli Krisztina, mert 3 ember és meg lesz a 12 000, és utána a 13 000-es új ezres cél lesz TikTokon. Piros tojás, fehér nyuszi, itt a pál lesz, ne légy, hali, Mizu van, boldog húsvétot, meg hasonlót, jövő hét szombat nagy nap lesz. Igen, bár az ugye előszületésnap, gyakorlatilag 15-én születtem, amikor lesz aznap is live, ha minden jól megy, csak ott már ugye megműtik Janát, ezért kellett előrébb hozni. Vidám lovas, lehet venni új szetteket, ezt köszönöm, kihagyom egyelőre. Ide is hoztak be. Köszönöm szépen Zsófi Kroket a követést, köszönöm. Köszi, köszi. Én is nagyon várom a szombatot, azt láttam, hogy te már készültél, megvan a pléd, láttam, csomagoltad az AI-t. Be ezen gondolkoztam, hogy nem is tudom, hogy mikor, de volt, akitől csomagolva kaptam. Tavaly volt ugye az első szülinapos. Ó, Veove, köszönöm szépen a követést. Ha jól látom, igen, 1 ember és 12 000, aztán ugye ez változhat, tudjátok, de szép kezdése lenne a live-nak rosszat. Ennyi! Köszönöm szépen, Lavender, te vagy a 12 000. követő. Hát ezt ki is lőttük, gyerekek, azzal a lendülettel fél pillanatot kérek, átállítjuk. Következő, 13 000. Ugye jól írtam be. Igen. Indulunk a 13 000-ig, köszönöm. Itt is van egy ilyen kisebb küldi. Köszönöm szépen, nagyon klasszak vagytok, srácok, gyorsan meglettünk. Bocsi, hogy ugrál a kép, csak vissza kell jönnöm. Szia Zoe, Mizu van. Úgyhogy tényleg srácok, aki esetleg még nem látta, vagy nem tudja, hogy lesz jövő héten szombaton egy születésnapi találkozó, nekem előszületésnapi Mongufta találkozó, mert a tavalyit nagyon szerettem. Jövő héten tartjuk, kint van a videó YouTube-on.
Úgyhogy lehet jönni, srácok, én mindenkinek örülök, és szeretettel várok mindenkit is. Most pedig TikTokon elindultunk a 13 felé. Szia, Betty 980! Szép napot, és mindenkinek amúgy boldog húsvétot kívánok egyúttal. Na most ezek új lovak teljesen, vagy csak leértékeltek? Mit tudunk róla? Köszönöm szépen, Betty, neked is a követést, köszönöm. A sárga karikákat gyorsan felvesszük, azzal is haladunk a küldikkel. Aztán utána lesz edzős rész is, ma nem olyan hosszan tartom a live-okat, mert ugye Jana gyógyulgat. Reméljük, hogy kedre jobban lesz, szurkoljatok mindenképp. Ponik and me, köszönöm a megosztást. Inkább ilyen beszélgetős, kicsit lovacskázós jellege van a délelőttnek. Délután pedig lesz egy Fortnite, de hogy mikor, azt őszintén nem tudom. Lehet jönni csapatba amúgy, aki esetleg fent van. Ugye ezek olcsók és az újak jönnek harmadikán, akkor nézzük meg mennyire áraszták le a pacikat. Szeretjük a tartalmai, de ugyan csinálod egyszerűen mindig vidámát teszel minket, Ohio. Ez nagyon jól esik, köszönöm. Nem mindig sikerül, de örülök, ez az egyik cél nyilván, ez most nagyon jól esett, köszönöm szépen. Ja, a TikTokon behoztak amúgy egy ilyen kis zöld genyót, ezt én úgy hívom itt fent, hogyha ezt így benyomjátok, hogy beváltás, ezzel is előrébb tudjátok lökni az élőmet elméletileg. Úgyhogy, Vevo, köszönöm szépen, modis fiókról ment egy követés, nem azért mert szépet írtál, hanem mélynek. Üdvözlő kihívása! Milyen üdvözlő? Ja, hogy valaki versenyezni akart. Hát köhög a háttérben, meg mindent gyógyul. Pálinkás beköszönésre utalva, ne tudjátok, meg egy üvegpálinkát megittunk lassan, mert hogy az nagyon segített a felszakadásban, meg citrom, narancs, tea, gyömbértea, ilyen gyógynövényes spré, stb. Zoé, köszönöm szépen az ajándéktagságot, Duszil 76 kapta. Ő nagyon szereti a FNAF live-okat, emlékszek, ő akkor csatlakozott meg az ilyen horror gémeket. Úgyhogy biztos örülni fog neki. Ahhoz, hogy visszakerüljen az egyik emótánk, emojink, ahhoz még szerintem egy ilyen bő 10 tagságnál több kell, de nagyon szépen köszönöm, minden tagság sokat számít, és mindig ezt szoktam mondani, hogy ezzel adunk másnak is örömet, mert lehet, hogy valaki nem lehet tag, de így az lesz. Megleptél, köszönöm szépen. A hónap utolsó támogatói tudtok lenni, mert holnap már elseje, úgyhogy még fel tudtok kerülni a leírásba. Aztán kedden jön, aki lesz a hónap első támogatója újonnan. Egyébként akkor a reklám kedvéért Superchat, Supermatrica tagság és tagság ajándékkal tudtok támogatni YouTube-on, TikTokon pedig bármilyen nemű ajándékkal, szívlej engemmel, rózsával, bármi, korgi, akármi, meg hogy nyomjátok a lájkot, meg ilyenek, reklámot hallottak. Na, mi az, ami még itt van és karik... Ez itt még nem voltunk. Szeretnél egy kicsit foglalkozni a külsőddel? Hát az én külsőmmel nem kell foglalkozni, az úgy szép, ahová... Jó, nézzük meg. Zöldre változtattam magamat, ez a feladat volt, aki lemaradt az elejéről, visszanézhető lesz, sminkes. Ja, hoztak be új sminkeket? Várjál! Aha, ez ilyen, hú, most ilyen szakmaian kéne, ez ilyen kicsit enyhén füstös, nagyon füstös, szeplős átmenet, kék. Behúztak neki, mert sokat beszélt, nem. De hogy így, te jó ég. Hajat is, na meg fogom nézni. És lehet venni jéjesére, ez tetszik. Úgyis annyi jéjesen van, mint a nyavaja. Füstös, mint a sonka. Úgy van. Na várjál. Mondjuk ez rúst is ad, azt nem figyeltem, hogy berúzsozza a száját. Ez ilyen kis csillámos. Jó, szerintem ez. Szerelt fel. Tökéletes. Fodrász. Milyen haj? Új hajak vannak, gyerekek. Hallod? Azzal a lendülettel. Én mindig egyszerűen úgy érzem, ha önt nézem, vidámság, nevetés, öröm, és legjobb, hogy mindig ott vagyunk egymásnak. Köszönöm szépen, nyugodtan tegezzél. Még hála az égnek nem vagyok olyan öreg. Gyakorlatilag, ja, 10 000-ért meg tudod venni a hajakadét, nem? Ja, itt tudod elforgatni, aha.
Tehát, hogy még csak dupla háromas leszek, bár volt, aki múltkor cuki volt, azt hitte, hogy még csak 20-valamennyi leszek, aranyos. Ahogy belelóg elől az a kis haj rész, az nekem olyan furi amúgy. Hát, 120-at nem akarok adni, majd ha összegyűlik a 10 000, akkor veszek még. Úgyhogy oké. Okay. De nem rossz. Jó, hogy behozták. Valami kis pluszocska. És kinek hogy teltek az ünnepek eddig, meséljetek. Egy játékos barátkozni szeretne, van lehetőség. Jó, a lovak nagy része nekem megvolt, ha jól láttam. Itt a tennél volt valami, már kapjuk is a zsetont. Jó, és most kell elmenni a másikhoz, nem? Mert én azt hittem, hogy itt lesz az esemény végig, kicsit szét vagyunk. Én teljesen más állapotban voltam, amikor elkezdtem, és azt hittem, ott lesz. 9-en vagyunk TikTokon, és 9-en YouTube-on is. Köszönöm szépen, YouTube-on hagyjatok egy lájkot, TikTokon pedig tudjátok folyamatosan nyomni, érjük el a 10K-t. Nekem eddig sehogy se, arra várunk, hogy mehessünk mamához ebédelni, és mi lesz az ebéd húsvétkor. Reggel főztem főtt tojást, meg csináltam ilyen tálat, hogy volt rajta sonka, uborka, paradicsom, járlahelyembe megyünk. Olivabogyó, meg ilyenek. Csenge, köszönöm szépen a követést, köszönöm szépen. Öreg vagy, mint az országút, legszebb bók. Mondom én, aki csak pár hónappal fiatalabb nálad. Gamerfon, nagyon kíváncsi leszek, hogy ki vagy te, mi személyesen találkoztunk már Yu-Gi-Oh! Párbajon, és akár országos versenyen, vagy nem. Ezen dilemmáztam, én is azt tettem, jó tettétek. Úgy voltam vele, nem maradhat ki a húsvét, tona tojás, bár most 6 darab tojás volt csak itthon. Most ugye jön, amióta beteg, én vásároltam be meg minden, és annyi szart, mint hogy nagyon finom kajákat vettem, chipset, meg zacskós leves, meg virslit. Hát az, amiket tudod, meg tudok csinálni könnyen, meg amúgy ami segít neki, a smeklevest azért vettem nyilván, hogy szakadjon fel neki a takony, már elnézést. De hatott is. Na ez az, ezt mondtam, tudtam, hogy itt is lesz, hát itt is van event, dupla event, gyerekek. Coconut Montel szerver, de ott van a jobb sarokban, most TikTokon is figyeltem, hogy kin legyen. Úgyhogy kint van. Hát nem tudom, meglepetés, de szeretem semmi extra húsleves ebéd. Az is jó. Olyan húsvéti, bocsánat, nem húsleves, húsvéti. Ez most megint körbevezet minket, mint minden évben. Mondjuk az ember XP-t azt értékelem. Emlékeztes út elfogadva, igen. Minden évben megmutatják nekünk, hogy hol nem fogok játszani, de ezt mindig értékelve megnézzük. Nagy lelkesen. Anno itt voltak az új lovak. Mondjuk lehet, hogy valahol még lesznek, de nem biztos. Mondjuk hosszantartó event, ez biztos nem egy hetes. Ezt is felvesszük. Igen, nem olvasom-e újra azt, amit tavaly, bocsi. Ott követjük a Lucianát. Ez a kedvenc részem, itt mindig olyan királynak érzem magam, itt lesétálok, ott lehetne a népem. Gyerekek, ha jó filmet akartok nézni, a Hercegnő és a Sárkány nagyon izgalmas, Netflixen van fenn. Mi tegnap néztük meg Janával, azt mondom, hogy megéri. Semmi köze a Trónok harca, az meg ilyenek, már ahhoz hasonlították, az laposabb volt, mint ez a film. Ez rendesen jó. Izgalmas. Végig izgultuk, mi lesz. Úgyhogy kis filmajánló is megvolt. Köszönöm, hogy már 1200 like-nál tartunk. Jó, már itt újra. Hiányoztatok. Ugye egész múlt héten, azt hiszem hétfőn volt csak live. Vagy valahogy úgy. Vagy kedden. Nem tudom. Azt köszönöm szépen, Vava UGC a követést. Aztán majd érkezik egy olyan játék vissza a csatira. Még nem most. Még lesz belőle 4 montázs, Zoé-n múlik mikor lesz, de nagyon ügyes, így is Zoé-nak egy szívecskét küldünk a csetre senki lányának, mert elkészítette az első montázs, úgyhogy majd érkezik a Hogwarts Legacy montázsunk, aki még emlékszik rá, az tavaly februárban játszottuk, nem most volt, és jaj, ezt még nem kell felvegyem, na mindegy, és azt kell mondjam, hogy
nagyon vicces lett, és amikor utolérjük magunkat, hogy amennyi live fent van a csatornán, és elérünk a végére, utána folytatjuk. Csilla Szekeres, köszönöm szépen a követést, mondom, pörgünk a 13 felé. Rajtam múlik, ez rosszul hangzik, rám hárul a felelősség, nem úgy akartam, bocsáss meg, ha rosszul fogalmaztam. A lényeg az, hogy majd így is úgy is idő kell, mire kész lesz, úgyhogy bocsánat Zoli, ha rosszul fogalmaztam. Tényleg random kérdés, amit nem mondhatok el, hogy miért. Tudom, azóta vagy tagom, tudom, most lesz egy éve, nem? Nem most leszel Maria Knight egy éves támogató? Meg tudom, hogy te nagyon várod a folytatást, nem felejtettem el. Hétfőn, holnap érkezik a montázs, és akkor utána már jönnek. De a random fontos kérdés, drága chat, kinek mi van otthon? Zuhany vagy fürdőkád? Ezt kérlek, írja be mindenki. Nem mondhatom el, hogy miért. Lehet, hogy lesz ez szponzorációm, ki tudja, fürdőkád felújító céggel. Nyilván nem. Csak érdeklődés szempontjából fontos tudnom valamihez, de addig nem árulhatom el. Na, Krisztinánál zuhany van, megsúgom nálunk fürdőkád. Én nagyon nem szeretek zuhanyozni. Mármint, hogy fürdeni, igen. Mindkettő Zsófinál pont. Az a best. Zuhany a másik Zsófinál. Úgyhogy chat, most ilyen titkokat kérek mindenkitől. Zuhany és a barátomnál is zuhany. Fürdőkád van hozzá zuhanycső beépítve. Ne tudjátok, meg megint zuhanycsövet kellett amúgy cserélnünk. Onnan jött az ötlet, hogy egy részt megkérdezem, mert évente tönkre megy. Le is ellenőrzed, hogy igazat mondunk? Hazudni akarsz nekem, Zoé nálatok mi van? Ne hazudjál. Hát elmehetek, de a hülyé hangozna, hogy szia, mit mondaná ágyudnak? Szia anya, megjött a Dave fürdeni. Tehát leellenőrizni, hogy mink van. Nem? Vagyunk jó viszonyban, de csillának mindkettő. De azért úgy meglepődne anyukát, ha beállítanék, hogy sziasztok, jöttem lefürdeni. Nem? Pici. Bár biztos, hogy megengedné, mert anyud is nagyon jó fej, de nem tervezünk ilyet egyelőre, tudtommal. Még van itthon víz. Ott meg közben doboz kutatok, és távolodik a kamera, nem tudom, mit nyomtuk meg. Köszönöm szépen, Drew, a követés. Szögeket. Ja, valamit szögelünk. Értem. Úgyhogy mi évente cseréljük a zuhanycsövet, mert állandóan elferdül, vagy hát így megtörik. Szia Bence, köszönöm nagyon jól, és Drew szintén, és ti hogy vagytok, Bence és Drew? Jó a nevetek. Drew. Kicsit furcsa lenne, amúgy zuhany van nálunk. Aha, akkor te nem fogod igénybe venni a fürdőkád javító fel szolgáltatási lehetőségemet, de amúgy nincs ilyen terve. Zuhanyfej fogyóeszköz. Nálunk a feje nem, hanem meg szokott hajolni a csőrész. Szia Kira, az a kérdés, hogy kinél van zuhanyzó, kinél van kártod, majd idő után majd megyek hozzátok fürdeni, dehogy is. Vagy nyáron, nagy melegbe. Mosógépet jöhetsz javítani. Elromlott? Nem biztos, hogy jó járnál velem. Jól bár fáradtan, na. Az végül is jó. Amúgy hogy bírtátok az óraátállítást? Olvastam egy cikket. Kerti zuhany. Ó, ne tudjátok meg, mikor nyaraltunk jön át, szarráslagoltam. Igen. Volt ilyen. Na. Királyékhoz is megyek fürdeni náluk. Izé van. Kád. Ennyi. Tehát, hogy... mit kezdtem el mondani? Várjál. Ugyanilyen lovan van. Tök jó. Szerintem szép. Csak egy lovas lány, köszönöm szépen a követésed. Fadeszkát találtál. Hát nagyon nehéz volt megtalálni. Ismerd a Stardew Valley játékot? Igen. Mert nemrég megjelent egy olyan, ami egyben övezi a Palmer és Stardew Valley-t, a Palia neve. Már vártam. Azóta pörög a Palia Live visszanézése, csak halkan súgom meg. Játszottam vele megjelenés előtt, magyarul. Úgyhogy gamer fan, mindenki vissza tudjátok nézni a Paliát. Chilles volt nagyon, lehet, hogy egyszer még belenézünk, nekem nagyon-nagyon chilles volt. Kérem nyugodtan, csatlakozhattok, persze. Úgyhogy volt, köszönöm szépen Lovak és Mia a követést. Közben megpróbálom a küldiket megcsinálgatni, aztán utána mondom, hogy edzünk is valamennyit. Csak nem találom a dolgokat. Szia John, bizú. Úgyhogy lehet jönni, Coconut Mountain Seron vagyunk. Annyi,
mit kezdtem el mondani nektek, srácok? Valamit annyira elkezdtem, és már nem tudom mit. Hát ennyit rólam. Öregszek, elfelejtem a dolgokat. Ja, óraátállítás, igen, olvastam egy cikket, hogy nagyon megviselheti a szervezetet az óraátállítás, és hogy 20 fok fölött van az időjárás. Hát én nem érzem ezt így. Nem tudom, ti hogy vagytok vele, ezt kezdtem el, bocsánat. Csak csapongok, mert annyi mindenről beszélnék veletek, csak olyan rég, hogy jaj, ez ugye nem az a pontos lovaglás, azt nagyon béna vagyok benne. Szia Lili, pont ma emlegettünk téged. Nem mindig ezt mondom, nyugodtan kérdezd meg Janát. De nem mondom el live-ba, hogy miként, mert nem olyan témakör, de semmi rosszra ne gondolj. Úgyhogy pont ma emlegettünk téged, a Sheep Boyt, az Outhannát, meg még valakit, meg a Lissi Vivit. Bajni táblán elzavaló, mert ez a szó nem állt át az óra. Ó, az szomorú. Megállás, meghajlás. Hát mondjuk csak megállást kért. Hú, ezekkel nem leszünk jóba, gyerekek. Tanulmányozom az Excel, kaptam munkáján múlt héten előléptetést. Excel meg azért tanulmányozom be. Akarom vezetni magamnak, hogy kiírkálom, hogy minden nap miből mennyit költöttem. Ez jó hangzik amúgy. Látod ezt a zöld kört mögötted? Balra látom. Egy ellenőrző pontot jelöl, ahol jármódot kell váltani. Itt lesznek a bajok amúgy nagyon. Nem tudom, tegnap voltál Szanidáriában? Nem voltam. Nagyon keveset tudok live-okba lenni, így ugye Jana beteg, folyamatosan rávigyáztam, meg vele foglalkoztam, mikor nem dolgoztam. Azért is voltak legyártott videók, tehát amik kimentek a Yu-Gi-Oh-s, a SC-s, azok tényleg, az SC-s mondjuk pont felvettem, de a másik az le volt gyártva, meg a másik is, nem is tudom mi volt a Brawl Stars-os. Jármódra kell figyelnem, ügetés, oké. Most kicsit figyelek, utána nézem a csetet. Most ön csak hamburger. Köszönöm szépen a követést. Ó, nem követés, szívlelj engem, köszönöm szépen. Luca, mindjárt nézem a teljes neved. Nem, a pletykálkodásokat nem szeretem, Bence, nem fontos elmondanod, köszönöm. Köszönöm a követést, Panda. Az ügetés még megy. Mi az a Kenter? Az gyorsabb? Aha, jó, remek. De ez a verseny, amit többször nem fogok megcsinálni. Igen, Lili, nosztalgiáztunk egy picit. Ajajaj. Köszönöm szépen a követést. Jó, most annyira amúgy nem is állunk szarul. Köszönöm a csapatkarkötőt, köszönöm. Rózsa élő célt tettem ki, 25 rózsa az első cél, köszönöm szépen, szívecskét tudok mutatni addig, köszi. Aztán majd megnézem a teljes nevet, csak annyit látok, hogy Luca arc. És ott meg majd lépésbe kell menni, az azt hiszem még egyen lassabb lesz. Igen. Jó, jobban megy, mint szokott. Hogy újra felkapott lett a Yu-Gi-Oh, lett új részekártyák, vagy valami évfordul. Most 25 éves a Yu-Gi-Oh. Tudod, most ilyen nagy 25 éves fordulók vannak sok mindenben, annyi kb. Én is meglepődtem ezen a Hello Kitty-s dolgon amúgy. Ott vannak a háttérben a dobozok még, majd azokat odaadom, ha valakinek kell. Plüssök meg ott lógnak. Hát, szívesen, bármikor. És mi újság van, Lili? Örülök, hogy látlak. Picivel gyorsabb. Jó, meg leszünk szerintem. Ügyes akár vagy, igen, hajoljak meg. Meghajlás. Most ön csak hamburger. Köszönöm szépen, Zsófi, a szívlelj engemet. Hát 53 pont lett a 60-ból, én már arra büszke vagyok. Ugye, babám? Egy pillanatra. Mondjad. Nem mondok semmit, de csak, hogy őszintén így volt, vagy nem így volt. Ma beszéltünk a Liliről, meg Liliékről. Igaz, vagy nem igaz? Igen. Na, mert pont itt van a Lili a cseten, és mondtam, szia. Mindig megszokja, hogy úgy beszélek vele, hogy ma beszéltünk róla. De tényleg most így volt. Úgyhogy, látod? Leigazoltam. Megidéztük. Igen. Milyen szerver? Ott van fent amúgy képen jobb oldal, de Coconut Mountain. Megvan a 25 éves sötét varázsló? Jó fiatal. Na, kaptunk valamilyen növényzetet. Ezt az oldaltáskába.
Hát csodálatos. Amúgy a való életben elfogadnék ilyen tulipánt, adnám Janának. Ez a bárónő le van nyűgözve, ez a pontszerzős lenne? Igen, csak ilyen a beteg azért nem is beszél hosszan. De rég voltam itt. Szia, Annie! Örülök neked, hogy látlak. Bárónő is jön? Nem. Hogy képzeld el, Dave, elkezdtem írni könyvem első kéziratát, kész az első fejezet, pályázaton meg nem nyertem, majd legközelebb. Rengeteg, köszönöm ennyi a követést, pályázaton rengeteg mindent le lehet adni, és nem mindig nyersz, attól az nem azt jelenti, hogy rossz, én nyertem oklevelet, meg egyéb dolgokat pályázatokon. Modik közül valaki tudná írni a TikTokon, hogy Coconut Mountain Serum vagyunk, bár amúgy látszik. Köszönöm szépen, Lilivok, a követést. De a tagjaim is segíthetnek, már nem úgy a végtagjaim, hanem például Kriszti is tag, mert tudtok tagok lenni TikTokon is, köszönöm szépen, hogy beírod, nagy segítség viccen kívül. Virágnak köszönöm a megosztás, srácok, osszátok a lájkot, live-ot, azt a lájkot, azt a live-ot, nyomjátok a lájkot, 2600-nál vagyunk, és ha van szívlej engemetek, egy-egy naponta be tudtok dobni, azt hálásan köszönöm. Na itt most van ez a verseny? De jó ég, napi edzés, ezek csak sima... Na akkor gyertek ide edzeni, jó? Csináljuk meg ezeket, mert kapunk érte zsetont. Vagy ahogy régen öcsém mondta, amikor még pici volt, zsetontot. Engedjük el. Volt szegény 6 vagy 7 éves, és akkor úgy hívta a zsetont, hogy zsetontot. Kész. Ennyi a hatalmas történet. Köszönöm Alex a követés, nagyon szuper. Így haladunk, gyorsan meg lesz a 13K is. Úgyhogy így ezek vannak, igazából pihentünk is, ma megyünk le majd a két live köz kicsit sétálni, mert ugye most majdnem egy hete nem volt lent Jana. Aztán mondtam, hogy de csak pici időre, hogy levegőn legyen. Mi történt még velem a héten? Dolgozgatok én is videókon nektek, jövő heti live menetrend ugye a születésnapig még kitalálom, attól függ, hogy lesz Jana kedre. De reméljük, hogy jól. Bokor. Hol vagy? Éppen versenyen. Járlahelyem, azt hiszem, amúgy. Köszönöm szépen a követést. Jó kérdés. Közös pillanatrip Friday, már is nézem. Mindig Sára szokott nekem szólni. Mert mindig elfelejtem ezeket a fránya közös pillanatokat. Jogos. Köszönöm, hogy szóltál. Tényleg mindig a Sára szokott emlékeztetni rá, hogy pörgünk, de így most Friday-nak köszönöm. Aki nem Wednesday, hanem Friday. Hatalmas poém volt, tudom. Tapsot nekem. Q betű, mondom, Q betű, de nyomom a Q betűt és nem csinálja. Várjál, lehet arrébb kell menjek? Valami nem jó. Kifestett tojást? Azt kérdezi közben senki lánya. Nekem kimaradt, én csak főztem. Na, miért nem érzékeli a Q betű, gyerekek? Itt szétverem a billentyűmet. Várjál. Nem érzékeli a Q betűt. Z betű? Z betűvel se csinálja. Tényleg nem csinálja. Na jó, csináljuk meg előtte a többi dolgot. Olyan, mintha nem érzékelné a dolgokat, semmit nem akar felnyitogatni. Aha, nem enged nekem se, jó, azért mondom, hogy nem érzékelte a gombokat. Jó, bagos, oké. Akkor nem erőltetem, köszönöm Herceg a követés. Nincs vizem! Kaját adtunk már, még szerintem nem. Na most már jó. Csak bagos volt. Most már jó. Közös pillanat, ló megsimítása. De hát már adtam neki kaját. Jó, megvagyunk. Nagyon röviden készülök a vizsgáimra, konkrét egy élőhalott vagyok. Most meg küzdök azzal, hogy az összes lovam maxos. És nincs mit edzeni, és nem tudsz egyet venni, most annyi SC-t kaptunk, Lili.
Tegnap raktam ki a másik 90 SC-t is, amit még be tudtok váltani. YouTube-on is kövessetek be, Mungufta Family néven vagyunk, köszi. Ezeket gyorsan ledaráljuk, 800 low XP-t adnak gyerekek. Egy csomagnyitogatós vidit vagy live-ot Margit szigete jövő hét szombaton. Most nem tudok kártyára venni, de hogyha valaki esetleg hoz, vagy van neki, és mondjuk azt szívesen megcsinálom, hogy videóba kinyitom, és utána visszaadom neki a kártyát, tehát nyilván nem lenyúlom. Tehát hogy azért mondom, hogy lehet róla szó. De venni most egyáltalán nem tervezek. Maximum mondókonon egyet vagy kettőt, de nem biztos. Ugye én már gyűjtését félig meddig abba hagytam, bár mindig örömmel rakom a relikviákhoz, hogyha szerzek. Úgyhogy ez ilyen. De igen, rengeteg Yu-Gi-Oh! Nyitásos videó van a csatornán, hogyha megnézitek. Meg jó néha elővenni. Itt vagyok, végre elindult az SSO, rendben, szuper. Ja, itt nézem, hogy közben milyen akadályok vannak. Ezeket tavaly sem nagyon csináltam, úgyhogy most picit ez újdonság. Nekem. Úgyhogy, ha szeretnétek jönni, Jarlaheimnél vagyunk. Remélem jól mondtam. Live-ot azt nem hiszem, hogy a születésnapnál indítunk, azt reálisabbnak tartom, hogy csak egy rövid videót vagy egy-két videót felveszünk, de most nem tervezek hosszan vlogolni, se csak egy ilyen montázs jellegűt. Okés. Simán. Nem is tudom, mikor nyitottam utoljára Yu-Gi-Oh-s kártyát, szerintem egyik mondókonnál. Azt tudom, hogy poké kártyanyitás volt, mert volt, hogy Baxi hozott, vagy vettünk egyet közösen, volt valami ilyen tavaly. Dragon Ball kártyákat meg ugye azt a Chris gyűjtötte, nem én. Bagosak a csapatversenyek is? Hát, nagy update volt Lilies, sajnos akkor ezek szerint most benne volt a pakliba. Nem jössz fel edzeni egy picit? Örülök, hogy itt vagy. Sziasztok, van Star Rider Code, egy Norrider barátomnak kellene. Hát én most úgy tudom, hogy nem hoztak be, de lehet, hogy rosszul tudom. Krisztinát kérdezném, aki pontosabban tudja az SSO-s dolgokat, mint én, hogy van-e esetleg most érvényes Star Rider Code. Lehet, hogy ez másoknak is segítség lenne. Csak SC-kről tudok, azt pedig tegnap kitettem videóba. Lehet barátkozni. Drew, megvagy. Folytassuk ezeket. Ők most mind benne vannak a live-omba, csak nem tudják. Úgyhogy Ella, hát nem tudom. Ott állsz mellettem, Lili, mindjárt akkor, aki fent van, gyerekek, oldalra állunk egy képre, úgyis kell a következő index képre. Ezt lefutom, és akkor kimegyünk oldalra az állatsimogatóhoz, vagy valahova majd kitaláljuk, jó? Vak vagyok és világtalan jelenleg. Nincsen Rider Code, én is így tudtam, de mondjuk pedig szoktak adni sűrűn. Azt tudom, hogy dupla Star Coin hétvége van. Elsőjéig talán. Azt tudom. Meg nem ide vág, de Fortnite-ban Marvel skineket hoztak be újra. Mongufta kötőjel Dave Support Code. Lesz ma Forti délután, egy köröket megyünk, mert ugye most ez is csak egy vagy két órás lesz maximum. Tehát nem olyan sok kört számolunk, jövő héten akarok hosszú Fortit meg SSO-t tartani. Na, így szakadozik fel szegénynek, jól vagy? Én csak egy szörcsomó. Ja jó, szörcsomó, mint a perzsa macskáknak, értem. Februárban volt utoljára Rider Code, az nem most volt. Na gyertek, aztán folytatjuk, itt szinteltetjük a lovat, valami olyan helyre kéne beállni, ami jól mutat indexképen, és nincsenek 600-an. Mondjuk hát nekem ez is jó. Aki fent van a játékban, Coconut Mountain Seron, az jöhet. Jöjjön ide egy képig. És köszönöm, hogy már 3300 like van. Ó, a szívlej engemet, azt én is bedobom a modis fiókomról. Ha van szívlej engemet, akkor most én csak hamburger lakom a
Na Lili, meg többiek, akkor itt várunk egy picikét. Ja, itt csak magamat látom. Ó, akkor kijövök. Most vettem 10K SC-t, ha jönne valami új dolog. Értem. Bocsi, kijövök. Itt már jó. Itt már látjuk egymást. És akkor utána az ottani velit is megcsinálhatjuk. Ja, oké. Akkor ide a kis csikóhoz. Gyertek ide, így. Így a háttérben látszódik végül is. Jaj, véletlenül lehúztam a képet, bocsánat. TikTokosok, sorry. Ah, de elég láttam Haley Swordwick nevet. Á, gyerekek. Mi nosztalgia faktor? Jönnek majd új pacik, igen? Gyertek. Na vajon ő random? Ja, nem random, nyilván nem random. Meghívás. Szia Justin, láttam pont bejelentkeztél. Éppen képre állunk össze, mert ez lesz majd a következő index kép jövő heti SSO Live-hoz. Csinálhatunk egy csopi versenyt, Lili, ha el tudod majd indítani, én benne vagyok, én nem vagyok semmi rossznak az elrontója. Sietek, rendben. Szia Christopher Gold, hogy vagytok? Addig beszélgetünk, srácok. Én szívesen benne vagyok. Kiment, azt hiszem, TikTokra a videó, ami már amúgy YouTube-on elérhető, mindig YouTube-on egy picit hamarabb elérhető, az új Kinder tojásos. Igen, kint van. Ahol eldől, hogy nyitottam-e arany Harry Pottert, vagy nem, ott picit le van maradva a TikTok, de azt örülnek nekik, akik azt nézik. Na, boldog nyuszit neked is, szia Christopher! John, köszönöm szépen az egy ajándéktagságot, köszi. A Justin Toadland kapta, pont most jött be Justin is, őt várjuk, úgyhogy örülni fog neki. Ja, itt is van, te kaptad az ajándékot, Justin, örülök neki. Azt hiszem, hogy most már ilyen 9 vagy 11 tagság, vagy tag, és akkor utána újra bent lesz az új emoji, de pontosan nem tudom, a Fortnite-ra megnézem. Jaj, majd valaki elindítja nálam, összeomlik a rendszer, akkor megnézem. Aha, lőjünk képet, várjál, az mindenképp, helyezkedjetek el, mert szeretném, hogy legyen a kövibe, és majd ti is tegyétek fel a képet Discordra, a fotók mappába, akár, vagy ha Instagramon megjelöltök, az is egy opció. Nézzünk egy ilyet. Hát ez így nem is néz ki olyan rosszul. Csináljunk egy ilyen naplementést is, legyen. Rendben, köszönöm, hogy itt voltál, Huna Channel, szia. Oké, mindjárt jön Drew is. Jó, szépen összeálltunk itt. És akkor melyik csapatversenyt, ami kint van, olyat kéne, nem? Gyertek, srácok! Annyira mennék én is, csak ugye nem tudok, mert nem Magyarországon vagyok. Ó, értelek. Jaj. Itt van kint egy verseny, akkor azt szerintem lehet csapatosan, nem? Vagy lehet rosszul, tudom. Hogy mindjárt kiderül. De lehet. Ezt fogjuk megcsinálni, hogyha mindenki itt van. Csak gyertek ide. Remélem ide talál a csapat. A team. Közben 12-en vagyunk YouTube-on. Fejeljük meg a lájkot. Köszit. Most már 14-en. És 8 lájk, gyerekek, fejeljük. Illetve köszönöm, hogy TikTokon már 3500 lájknál vagyunk. Hát a fesztivál csapatos versenyeket, Dave. Akkor nem ezt. Jó, akkor vissza a fesztiválra, de ott azt mondták, hogy ott nem látszódunk, akkor gyertek. Hol van Lili? Akkor vezess oda, hát könyörgöm. Ismered Dave apát, hogy mennyire peina? Mármint, hogy csak ügyetlen. De erre gondolsz, ami itt lent van? Ott azt mondták, hogy nem látszódunk. Erre gondolsz?
Aha. Na, mindenki itt lesz, akkor toljuk. Még valaki messze van. Ki van messze és miért? Csajszínál? Tényleg a napi csapatedzés. Mindenki majd okozza le. Igen, Füge. Hello. Úgyhogy toljuk is mindjárt neki. Még a Mariamot várjuk. Coconut Monténon vagyunk, Sweet Home. CM. De ott a kis képecske is TikTokon jobb oldalt fent. Oké, Drew is megjött. Ah, mehet a csoportverseny, gyerekek. Egyértelműen nyerni kell. Na jó, nem. Lilinek kell nyernie, mert ő a nagy visszatérő. Mondjuk lehet, hogy nem 12-es lóval kellene, de azért így is jó. Majd mindjárt olvasom, John, látom, írta egy hosszú kommentet, csak... Hú, itt nem kellett volna ennyire belassítanom. Van klubom, de inaktív, tehát azt én nem is reklámozom. Nincs időm egyelőre, hogy újraélesztjük. Most még egyelőre csak simán SSO-zni szoktunk. Aztán lehet egyszer lesz újraélesztve, de nem látok rá nagy esélyt. Kb. Az is inkább azért van, hogy ne hívogassanak meg mások. Mert gyakorlatilag 2 hónapja hoztuk vissza aktívan az SSO-t, mint tartalmat a csatira. Hát gyönyörű negyedik. Bőven jó, és akkor jöhet még a másik. Csak előtte elolvassuk a Johnnak a kommentjét. Úgyhogy most még mindjárt majd lehet okozni. Lenne olyan kérdésem, hogy nincs-e kedve valamikor próbálni megnézni a Georgius nevű játékot. Röviden annyiról szól, hogy leraknak valahova a világba téged, és Google Maps ki kell találnod. Dobj átról egy linket, megnézem majd. 800 XP a maxos lóra? Hogy ne kellett volna, ne viccelj. Hú, van-e olyan angolteli vérem? Nem tudom. Az a baj, nem tudom, mert voltak lovak, amikből nem vettem, meg volt sok ló, amit vettem. Angolteli vér az ilyen kérdőjeles, nem tudom. Langó, Viki, szia, szia, hogy vagy, mi újság? És mindenkinek amúgy boldog húsvétot, akinek még nem volt itt, vagy nem mondtam, mikor itt volt. Hogy vagy, Viki? Sweet Home, azért kérdezed, mert az angol telivér az egyik kedvenced? Nekem a telivérek olyan sose ragadtam le náluk, nem tudom, pedig amúgy szép lovak azok is. Ja, tegnap vettél egyet, értem. Hát, megnéztük az elején a leakciózott lovakat, nem rosszak, csak nekem a legtöbb az megvan onnan. Semmi extra, meg vagyok, épp most végeztem. Ruha teregetéssel, én meg elakadtam, mert kell nekem csetet olvasni, egy idióta vagyok, mármint hogy... Az jó, mi elvileg ma tervezünk mosni, aztán majd meglátjuk. Na most majdnem minden házi munkát én csináltam, amíg olyan a beteg volt, de olyan büszke is volt rám, de azért hosszú távon elég fárasztó. Gyere nyugodtan! Szia, Anna, Mizu. Közben, aki jól érzi magát, ne felejts el megnyomni a lájkot egyszer YouTube-on. Ha TikTokon vagy, és még YouTube-on nem követsz, akkor nyomj egy feliratkozást, beírod a keresőbe, hogy Mongufta Family, és be fogja adni. Ennyi. Hát, ez most nagyon lementem hátra. Jaj. Nem is tudtam amúgy, hogy ez a csapatos verseny, ez ilyen, Lili, úgyhogy örülök, hogy pontot, hogy nézzük meg. Mert akkor ezt gondolom csak csapatban lehet, hát hülye lennék, ha nem. Oké.
Hát, ismételten negyedik helyet elértem. Nagyon jó, de az a 800 XP az viszont azt mondom jó jött. Itt még van valami, amit nem csináltam meg, csak nem tudom, hogy hol. Morlanden is van egy csapatos, megnézzük. Hello, hello, yes, yes, Star Stable is good. Nem hiszem, hogy írni fogok sokat, de hallgatni igen, mert 3 órás autóúton vagyok, és fáj a fejem, kitartást, kitartást. Annyi nem lesz a live, tehát ez most nem egy 3 órás ez a szó live, de azért még több mint egy órát biztos, hogy leszek. Elgondolkodtató, hogy a játék fő problémája még mindig nem lett megoldva, hogy mit csináljanak azok, akiknek összes lova ki van maxolva, és nem szeretnének újat vásárolni, nincs küldetés, sincs vagy. Hát igen, de hát olyan nincs, hogy nem akarsz lovat vásárolni, mert kell a bevétel, úgyhogy ezt nem is fogják orvosolni. Legalábbis, ha józan paraszt észre gondolkozok. Hol van az a feladat, te jó ég? Ez valahol itt, de nem látom. Most vagy vak vagyok, súgjatok. Itt jelzi pedig, de mi az a sárga karika? Én nem értem. Jó, átmegyünk Morlandre majd. Kedvenc lófajtám, a fjord. Jól vagyok, köszönöm. Hát gyógyuljana, aztán ennek a betegségnek a következményeit viselem, hogy fáradtabb vagyok, nyűgösebb. Meg várom, hogy jobban legyen, de hála az égnek, hogy én nem kaptam el. Nem is akarom. Hát nem tudom, hogy hol van ez az egy kör. Mi maradt ki? Elbetű. Strandra fel. Van egy olyan. De semmit nem érzékel, úgyhogy ez így nehéz lesz. Köszi, Anna. Jó, engedjük el, menjünk át Morlandre. Nem tudom, hogy mire akar mutatni. Keresném a lószállítót, de azt se látom. Ja, az itt kint lesz valahol. Jaj. Úgyhogy Morlandre, és megcsináljuk ott még a közös versenyt. Várják Karám mellett a szekér? Akkor várjatok meg, léci. A szekér világít, Lili. Ja, hol az ingyenes szállító? Várjál, erről lemaradtam. Karám mellett a szekér. De milyen szekér? Oda tudtok vezetni? Mert én esküszöm, nem látom. Ja, ott bent. Hát én itten nem látom. Ott van oldalt. Ja, hogy ez visz el a szekér, igen, de hol a feladat? Azt hittem, azt találtad meg, Lili. Félreértettem. Igen, igen, San Francisco-val vagyok, ha minden igaz. Akkor félreértettelek, köszönöm a 4000 lájkot, szuperek vagytok, mindjárt elérjük az 5-öt. Amúgy szerintem igen. Jó, ezzel így visszajöttünk ide. Sőt, biztos is, hogy az. Igen. Itt nem volt egy leadandó, hogy el kellett oda menni? Nem, nem mindegy. Akkor nézzük meg a Morlandi versenyt. És azt hol találjuk? Itt fent vagy Morlanden? Nem mondjuk. Ott a táncparket, igen. Mondjuk ezt még meg sem néztük, hogy ezt is visszahozták ide. Lehet venni 2 pólót. Oké, drúllovat cserélés jön. Itt fent. Ide mély jön mindenki. Ja, lehet, hogy ők versenyeznek. Mondom, minek jönnek ezek itt ide, de egyértelmű, hogy versenyeznek.
Ah, ez lesz, aha. Ja, Beatrice-nél, aha. Jó, köszi az infót, mennyi ilyen 36-unk van már. Mire felvesztjük a napszemüveget. Csodásak lettünk így, nézz oda, hát azért megadjuk a módját. Lovam neve Milk Chocolate. Drew, írd, hogyha itt vagy, és akkor utána tolhatjuk. Csak ugye őt még meg kell várnunk. Csak írta, hogy lovat cserél. Addig mindenki srácok, aki TikTokon van, így lehet nyomkodni. Illetve, hogyha még TikTokon nem követtél be, csak YouTube-on, akkor TikTokon is kövess be Mongufta Family YouTube néven, találsz TikTokról, pedig átmenni YouTube-ra, beírjátok a keresőbe, hogy Mongufta Family, és hogyha bekövettek, köszönöm. Ott pedig a feliratkozás gomb. Sweet Home, köszönöm a követést. Viki, mikor majd lehet jövök ezt a szót, csak ki kellene kelni az ágyból. Hát figyelj, maximum egy órás lesz még a live, úgyhogy még egy órád van. Rendben, már Drew úton. Fut már, úgyhogy elindítjuk. Ja, ezt így elindítja, hogyha itt van már mindenki. Itt vagyunk? Hát reméljük, csak nem hagytuk ki. Délután pedig Fortnite Live lesz, de a pontos kezdés, hogy mikor, azt nem tudom megmondani. Most csak egykörös meccsek lesznek. Aki tud jönni, jön, aki nem, nem. Igazából a hosszú Fortnite az jövő héten lett, most csak egy ilyen pici párkörös játék lesz. Ja, ez csak egyéni, akkor várjál. Kixeltem. Mert még ki nem volt ott. Én azt hittem, hogy úgy fogadta el, hogy mindenki ott van. Ezt akkor benéztem. Ja, tényleg, mert hogy itt kell. Jó, hülye vagyok. Üdvözlöm Janát, remélem mi hamarabb meggyógyul, és nemrég gyógyultam, beteg voltam, szóval átérzem. Hát reméljük, fél itt már kedre jobban szeretne lenni, hogy a jövő hét szombaton Mongufta találkozó, születésnapi Mongufta találkozó, várlak titeket srácok Budapesten a Margit szigeten, információs videó YouTube-on található róla, úgyhogy ja. Hogy indítom el? Nem tudom elindítani. Nem tudom elindítani, bebagolt. Nem tudom, ki indította, de nekem ez így nem jó. Gyertek újra a csapatba, srácok, mert nem bírom elindítani. Majd én indítom. És akkor megpróbáljuk. Nélia és a alsó vonal, köszönöm szépen a követést. Mindenki megvan, Justin is, és majd én most indítom. Ezt kell! Köszönöm szépen, Nélia. Csak lovasfesztivált nézed, lesz külön edzés is ma. Hát most főleg lovasfesztiválozunk, de lehet elmegyünk valamerre. Akkor a másikat kell, ugye, Lili? De előbb azt mondtad, egyéni volt. Ja, csapatedzés, jó, megvan. Megtaláltam. És Néli, ahogy a YouTube-ra is beírod, hogy Mongufta Family, és nyomsz egy feliratkozást, ami ingyen van, azt hálásan köszönöm. Ott pedig a 8000 felé haladunk szépen. Meg azért is praktikus mindkét helyen követni, srácok, mert vannak olyan tartalmak, amit csak itt, csak ott. Gamer Fan küldött egy ajándéktagságot YouTube-ra, pont Lili kapta. Gamer Fan, köszönöm szépen, majd mutatom a szívet ezután. Köszönöm szépen, gyerekek. Ez már a harmadik tagság ma, azt a mindenit. Nagyon szuperek vagytok. Picit be van lassú a lovam, de csak úgy egy picikét. Coconut Mountain szerver, de ott van a képen fönt jobb oldal. A másik verseny nekem jobban bejött csapatos, de ez se rossz. Végül is végigmész itt. Tehát ezt kezdtem el mondani, hogy azért is érdemes aktívan lenni, aktívnak lenni YouTube csatornán is, mert akkor nagy eséllyel kaphattok ajándéktagságot, ahol majd játékokban hangba is tudtok lenni. Ma direkt nem kapcsoltam hangot, ugye, mivel Janát is alig hallom. Bármint, hogy ugye
játékot tőle, meg minden. Úgyhogy majd, ha jobban lesz, akkor az SSO-nál is lesz hang, ahogy szokott lenni. Hát ismételten negyedik kilepődött meg, senki. Teljesen jó volt. Jó, és akkor megcsináljuk a napit is most már, mert arra is kapunk 3 tokent. Most mindenki megcsinálhatja szólóba még egyszer. És közben kim van YouTube-on a Brawl Stars-os videó is, nyugodtan jelöljön, aki játszik Brawl Stars-t. Azt még dolgozok rajta, hogy hogy tudjam jól live-olni, úgyhogy lehet, hogy valamikor lesz újra live-ba. Csak ugye a régi program nagyon akart meg szaggatott, azért szerettem volna máshogy megoldani. Nagyon szépen köszönöm Krisztina a sok segítséget közben TikTokon. Úgyhogy most már tényleg sokkal-sokkal jobban van, Jana szakadozik fel neki, azért köhög ennyit. Első 2 nap szegény levegőt alig kapott, és ahhoz képest már ugye nyilván ez sokkal jobb opció. Csak hát idő, amíg az ember meggyógyul. Azért is halasztottuk el az előző live-okat. Azt pótoljuk lényegében ma. Rövidítve persze, de pótoljuk. Kedves tőled, gamer fan. Igen. Hát nyilván, főleg mondtam, hogy le ne betegedjek a jövő hét Italira, mert megőrülök. De egyelőre úgy néz ki, hogy nem kaptam el. Maradjon is így. Figyeljetek, ha már itt vagyunk, akkor azt mondom, hogy csináljuk meg a Morlandi edzéseket. Oda tudnak jönni a nem riderek is. Morlandi versenyeket megcsináljuk. Mindjárt picit bevárlak titeket. Ha már zöldbe öltöztetett minket a játék idézőjelesen. Na valaki kérdezte, hogy edzünk is. A Viki kérdezte. Úgyhogy itt szépen elkezdjük. Először a tent. Aztán a Lorettát és úgy a mellette levőt. Legalább egy kicsit bevonunk titeket. Köszönöm szépen a megosztásokat és lájkokat, mindent, srácok, szuperek vagytok, mindjárt 5k lájknál vagyunk. Megnéztem, hogy Nintendo Switch-ra megjelent az a hercegnős játék, nem jut eszembe a neve, a Peach, talán. Most ő neki csináltak egy olyat, mint a Super Mario, Rayman, Crash Bandicoot, ilyen ahhoz hasonló adventure játékot, nem néz ki amúgy rossznak. Csak még teljes áron azért van ára. Meg még mondtam, hogy még a Super Mario-kat se vittük végig, addig mit akarok. Meg a Kirby-t is beszéltük tavalyról, sok-sok Switch-es játékkal el vagyok még maradva. Ez megvan, ez nem kell, akkor jöhet a Loretta. Megyek bogarat gyűjteni Wildélbe, túl sok értelme nekem nincs ezen. Jó, mondjuk megértem. Hát mennyi bogárnál jársz? Tényleg mindenki írja be a chatre, hány bogara van. Kegyetlen sok kell, Lili. De azért örülök, hogy itt vagy a live-ba közben. 100 plusz, majd hamarosan készül a videó az összes lovan bemutatásáról. Csak az idő, amíg megcsinálom. De majd lesz egy videó YouTube-on. Aha, ilyen fénylő bogarakat kell gyűjteni több ezret. 5 éve készül. Nem kell tudni! Ez néha olyan vagyok, mint ilyen, nem tudom, a jó magyar metró, hogy 5 éve tervbe, aztán majd elindul és készül. Jó, de tényleg kész leszek, majd nagyot kommenteljetek, ha meglátjátok a videót. 7707-e van a drúnak, az igen! Mindjárt nézem nekem mennyi bogaram van, mondjuk én beváltogattam, fingom nincs, hogy hol van, 7 magot látok, 309, én le vagyok maradva. 110 000 van, 120 volt, de megvettem a szettet, maradt 70, de visszagyűjtem, rengeteg bogarat lehet összeszedni. Tehát aki unja az edzéseket, az szedhet bogarat is, igazából. Mondjuk az együtt viccesebb szokott lenni.
4 darab 9990-es beváltottam. Hogy gyűjtöttetek össze annyit? 11667 lili? Mióta játszol ennyi eszeszót? Már nem azért. Hát le vagyok nyűgözve. Hallod? 55 maradt, már beváltottam. Az ott mit csinál? Nyom meg a kút, megint van. Köszönöm szépen. Rozi, köszönöm, hogy szóltál. Tudod, szünet van. Jó, hát mondjuk na. Jogos. Én jó, verseny közben örömködjél. Ó, és level up-om is lesz. Amikor elkezdtem visszanézni, ezt majd mindjárt elolvasom, mert hosszú kommentet versenynél nem tudok olvasni. Bocsánat. Néha amúgy olyan, mintha belassulna a ló. Most vagy én vagyok hülye. Rossz irány. Úgy. Közben rövidet be tudok olvasni. Viki mondja, hogy tudnátok-e segíteni, hogy miért nem jó az SSO indító program? Fejtsd ki kicsit jobban, Viki, TikTokon, hogy tudjam, hogy mire gondolsz. Kérlek, köszönöm. Nem tudom, hogy le volt-e update-elve, jó-e a Windows rendszered, stb. Stb. Meg mióta nem jó, ez jogos kérdés. Mikor voltál fent utoljára, az is segíthet. Próbálunk segíteni, csak meg kell tudni egy pár információt. Tehát amikor elkezdtem visszanézni a Unite-os arénát, vagy Pokémon arénához hasonló Open World Battle Royale csinálhatnának, csapatoddal kéne benn maradni a körben. Hát amúgy lehetne, hogy nem lehet kilökni a körön kívülre. Hú, egy hónap alatt sok update jött be, az biztos. Így, és akkor most meg is van a level up is. Ja, most az event alatt amúgy nagyon sok mindent legyűjt. Itt milyen feladat van? Közös kifutói kellékek. Ez micsoda amúgy, mert ezt láttam, hogy behozták. Segíteti ezt észrenek megszabadni a dolgokat, rendezel a kifutót egyedül. Most ezt én így felveszem. És akkor együtt játszunk az úgy jó tovább, vagy nem értem, ez miért jó. Szia, köszönöm szépen a követés, nem tudom a neved elolvasni, várjál. Rád klikkelek. Bella, szép neved van, köszönöm a követést. Ó, oldalt a táblán vált csak valamit, várjál, oké. Okay. Igen. És most ezt beadta? Aha, be is adta, köszönöm. Így már akkor meg vagyunk, ezt múltkor nem értettem. Köszi. Mondjuk amennyi bogár kell, utána átmehetünk Véldélhez is edzéseket csinálni, a közben tudunk bogarat szedni. Szerintem. Hát ez nagyon gyors verseny volt, 17 szeg. Majd megpróbálom, hogy próbáld meg, hogy letörlöd és visszarakod akár. Még az is egy opció, hogy teljesen eltávolítod. Ezek nem sokat adnak hozzá, de legalább adják. Úgy vagyok vele. Egész szépen adják. Holnap pedig a Hogwarts Legacy montázs érkezik majd YouTube-ra, mert holnap dolgozok sajnos, de mindenkinek áldott húsvéti ünnepeket továbbra is. Na, örülök neki, Bella, várlak máskor is, jövő héten is szerintem lesz Star Stable Online Live. Meg most már szépen haladtunk a God of War-ba is, de ott lehet, hogy most kimarad egy hét, még megálmodom holnap. Mostani live menetlend a tagoknak üzenem, hogy az most hétfőn lesz majd. Mert még át kell látnom, hogy melyik nap hogy lesz. Tényleg, mikortól van suli nektek? Mert hallottam olyat, hogy van akinek már szerdán, de hallottam olyat is, hogy van akinek teljesen hetedikéig nincsen suli. Ezt be tudnátok írni, hogy lássam, hogy arányaiba kinek hogy van? Mondjuk elég butaságnak tartom, hogy kedden még szünetem van, szerdán meg bemegy sulizni.
Mert én azt hittem, hogy teljesen addig van a szünet. Igen, a zene az nagyon hangos, tudom. Tehát még egyszer megkérdezem, az volt a kérdés, hogy van olyan iskola, ami már szerdán berángatja szegény gyerekeket csütörtök péntekre, és van akinek pedig 8-ától, mert hogyha sokatoknak úgy van, akkor fogok tartani délelőtt és délután is live-okat, amikor itthon vagyok. Csütörtök, de szar, hogy csütörtökön be kell menni. Egész héten szünet van? Na. Április 8, 2 április 8 is van. Ági, de rég láttalak, kis Ágnes. Van egy ilyen nevű lakó, ahol dolgozok, és először azt hittem, hogy ti költöztetek fel oda Budapestre, aztán nem. Csütörtökön kezdődik, de pénteken nem lesz tanítás. Most be kell menniük egy darab, álljunk meg egy percre. Be kell menni egy darab csütörtökért a diákoknak? Miért? Mi történik azon a csütörtökön, hogy nem lehet megadni? Tehát, hogy már bocsánat, de ez butaságnak tartom. Szerdától, ott az Áginál pont, hallottam, hogy van, ahol szerdától van. Tehát, hogy az is butaság. Attól független, én kedszerdán szerintem tartok délelőtt és délután is live-ot majd nektek. Csütörtökön, hogy van? Várjál, hétfőn dolgozok, kedszerda live-olok, csütörtökön dolgozok, pénteken live-olok, és szombaton mongusztatali. Jó, akkor elméletileg így leszünk. Hanyas szintű vagy? Most lettem múltkori live-ba 23-as. De én több mint egy, majdnem egy évet kihagytam összesen, hogyha összeadjuk a két fél éves szünetemet. 8-a a legtöbb. Szia, Viki! Hát akkor az tényleg nagyon szomorú, hogy egy-két iskola bevezette a szerda csütörtökre be kell menni. Én megadtam volna ezt a két napot, de nyilván ők tudják. Nem rajtam múlik. Te kettes? Vagy azután még írtál valami számot? Ja, 21-es, bocsánat, csak nem jól jelezte a chat. De az is nagyon jó. Egész hét szünet. Én ezt úgy adtam volna. Én is. Aztán maga a születésnapi talit megtartjuk, és a valós születésnapom az április 15 hétfő, aznap lesz születésnapi live is. Csak mivel ugye Janát addigra megműtik, emiatt tartunk előre egy születésnapi találkozót Budapesten, a Margit szigeten, információk YouTube csatornán videóba. Menjünk át Véldélhez, Véldél tóhoz. És a tó után lemegyünk Véldélhez szedni kis bogarakat, meg akkor még ott megcsináljuk a versenyeket, és akkor ugyannyi mára. Mert most érzem, hogy kell majd kicsi pihenő, meg nyilván Janával lemegyünk kicsit sétálni, hogy jobban legyen, legyen levegőn. Köszönöm, kedves tőled. Igen, mert pénteken pályaorientációs nap van, és arra csak a 9. évfolyamosoknak kell menni. Nem értem, miért nem tudták volna megadni a csütörtököt. Főleg, hogy aznap semmi szakmai órám se lesz. Hát ezt így én se értem. Na várjál, most mégse a Véldéltóhoz mentem. Mindenkit beküldtem a hülyére. Jó, aki szeretne edzeni, átmegyünk a Véldéltóhoz. Nyugalom, szia Petra. Én mentem rossz helyre. Coconut Mountain Szeró Maja, de ott van kiírva a nagyba jobb oldal fenn. Pont Petra csinálta nekem a jelzés. Most TikTokon, meg YouTube-on is ott van. Úgyhogy Véldéltóval kezdjük. Oké, Justin, neked már most is megint tele van? De köszönöm, hogy segítetek egymásnak, hogy melyik szaró meg ilyenek. Akkor a Szelek Szárgyent elkezdem, és akkor utána mehet a visszafelés. Na go. Jövő hétre meg biztos, hogy szeretnék egy hosszú edzéses live-ot. Meg jövő héten lesz egy hosszú Stumble Guys is, meg kitalálom, hogy mi hogy lesz. Mert teljesen új Battle Pass van Stumble Guys-ba, olyan, mint a Fortnite-ba. És majd látni fogjátok, hogy mi van kiváltva a 30 szint. Felvettem volna videóba, és képzeljétek el, nem nyomtam meg a felvételt. Elmondtam egy csomó mindent, kilútolgattam, majd utána észrevettem, hogy nem ment a felvétel, úgyhogy azt majd elmondom a live-ba újra, de hogy jól megszívtam, az lett volna eredetileg a hétfői videó, csak nem nyomtam meg a felvételt az OBS-be.
De csak április 30-ig kell mennem, május végén vizsgák, nekem hamarosan véget ér az őrület. Az már közel van nagyon. Nálunk egyébként semmi értelme nincs bemenni erre a három napra, mert nem lesz szakmai óránk egyik napon se. Akkor esküszöm, nem értem, hogy miért nem adták meg, de ők tudják. Démon vagyok meg angyal, szia, szia, ölelés neked is, és boldog húsvétot minden érkezőnek. Jaj, csuklok. Mert durva gyerekek, hogy már majdnem 1 óra 20 perce tart a live. Észre se vettem. De örülök, hogy ennyien itt vagytok. Mindig kérdőjellel ülök le ünnepnapokon, hogy vajon most a családdal vagytok végig, vagy nem, de örülök, hogy be tudtatok nézni. Aztán délután lesz egy rövid kis Fortnite-ocska, az is egy ilyen max 2 órás. Aztán utána még pihenek, mert holnap dolgozok. Nyolcas szintű, de inkább más hozok ki, amihez kedved van, persze. Ez a legjobb pálya Bella szerint. Hát amúgy... Erre sosem mondtam rosszat. Sokra azért szoktam. Köszönöm szépen Maja Olivia a követést. Köszi, köszi. A Diablo az kimaradt, az egyelőre nekem nincsen terve. Valahogy kimaradt. Vannak játékok, amik kimaradtak nálam, nem sok minden. Hoppá, ott pont update-elt a drug. És hát update-elt, szintet lépett. Halljátok? Update-elt a ló. Kész. Ezek mechanikus lovak, robotok. Jó. Én sok mindenbe bele szoktam nézni, ez egyébként Steamen is van egy ilyen kívánságlistám. Általában azokból, hogyha szoktam kapni AI-t, akkor szoktam egy live-ot tartani, volt amiből többet. De majd valamikor át kell néznem, mert van benne sok olyan, amit nem is annyira akarok, már csak még annó felvettem kívánságlistára. De a Steam kívánságlistám elvileg elérhető a leírásból. Aztán, hogy még jó-e a link, azt ott nem tudom. Jaj! Na, neked is megvan ez a ló. Szép szerintem. Nekem ez a szín tetszett. Legjobban ezt pedig elrontottam, úgyhogy megyünk újra. A visszafelé, olyan fura dolog ez, hogy odafelé simán megy, a visszafelét meg elrontom. Valahogy ez így ilyen, nem tudom, szokatlan. A visszafelé nagy ugrás, ott rontottam el most is. De majd most törekszünk rá, hogy ne. Meg most sok ló akciós az ünnepi részen, hogyha valaki lovat szeretne venni, mert mondjuk minden lova ki van edzve. Érdemes megnézni, a live elején néztük őket. Na most talán jó lesz. Mindjárt olvasom majd Zoé, csak nem akarom elrontani. Hú. 40%-os akció, Drew pontosított, köszi, köszi. Köszönöm, hogy mondtad. Alapvetően ezt próbálom tartani a figyelmet a chattel, amennyire tudom. Nem mindig sikerül. Itt is bezavart a visszafelé, láthattátok, hogy nem picit lassítottam le. Remélem addig a Nightbot nem nyomja ezt tele a csetet, hogy el tudjam olvasni a Zoe kommentjét. Tehát a tanárok... Még hogy nem akarom újra kezdeni, shit! Hallod, Zoé? Nem szabad csetet olvasnom, bebagoltattam a lovam a földbe. Most már az én is elolvasom! A tanárok
nem tudnak mit kezdeni, hiszen kezük meg van kötve, csak teljesítik, amit mondanak nekik. Na ezért nem csinálom meg ezt a versenyt még egyszer. Azt hittem, csak egyenest kell menni, elfelejtettem, hogy ugrani kell. Én már leszarom ezt a versenyt, az biztos. Andalúz lesz a következő, amit kivesznek, a régi Andalúz közben információ érkezett. Igen. Köszönöm a követés, Bogi Kellei. Én mostanában a régi lovakat veszem meg, amiket éppen kivesznek a játékból, nosztalgikus és olcsó. Hol vannak a régi Andalúzok most, Kriszti, akkor már egyúttal? Megnézhetjük, akár. Marlin vannak? Most feleslegesen jöttünk el ide. Mindjárt megnézzük. Igen, azt látom, hogy a TikTokosoknak megy. John, szerinted miért kérdeztem? Megőrít a tudatlanság és a butaság. Ah, oké. Okay. Mert pont azt kérdeztem, John, hogy megakadt a live nálatok is? Ezt kérdeztem. Nálam most megy, azért mondtam is. De akkor ezek szerint mindenkinek megakadt. Nem tudom miért, amúgy. Most gyorsan befrissítem egy másik fiókról, és most jó. Valami beakadt, pedig az OBS azt mutatta, hogy nincsen probléma. Úgyhogy néha én sem értem őszintén, hogy ezt mély csinálja. Úgyhogy passz. Ja, hogy mire akkor elnézést, mikor kérdeztem, akkor akadt meg, én vagyok a hülye. Szia Villő! Boldog húsvétot mindenkinek! Szia Lázár! Star Stable Online. Na, ide lejöttünk, és akkor mondtuk, hogy Marlin meg fogjuk nézni a végén az Andalúzt. Hallod? Nem találok ki. Na, megcsináljuk még itt ezt a 2-3 versenyt, szedünk valamennyi bogarat közbe, utána megnézzük az Andalúzt, és úgy zárom a mai live-ot, YouTube-on visszanézhető lesz. Ah, néha csinál hülyeségeket az OBS, észrevettem már. Például azért laggolt kétszer is a God of War Live, mert nem frissített rá az OBS, lefrissített az új, és semmi akadás nem volt. Úgyhogy az a baj, ennyi múlik egy-egy streamerő program minősége. De a YouTube-os, vagy a TikTokossal is volt már néha gond, de most ahhoz képest az jó. Úgyhogy még ezeket megcsináljuk. Annyira szeretem meg, hogy a YouTube is azzal orvosolja, hogy break egy reklám volt, mintha bármit is segítené a helyzeten, és tényleg. Te az új vagy inkább a régebbi lovakat szereted. Nosztalgiából szeretem a régit is, de azért a legtöbb újat is. Várja, merre kell menni lefelé. Melyik szeró jobb oldalt, ott van kiírva, csak halkan súgom meg, amúgy kokonát mondtél. De ott egy kék. Köszönöm a követést. Neked is köszönöm. Jövő héten lesz hosszú edzős live. Lettinek is köszönöm, 97 Kirusnak is és Nórinak is. Köszönöm mindenkinek a követés. Majd live után, ha bementek YouTube-ra és beírjátok, hogy Mongufta Family, és oda is nyomtok egy feliratkozást, azt hálásan köszönöm, hogy 8000 a következő célit, pedig elértük a 12000-et, haladunk a 13 felé. Mi újság, Villő, hogy telik a húsvét? Meg az újakat is kérdezem, hogy hogy vagytok. De igen, ezt megfigyeltem én is, Zoli, hogy sokszor bedob reklámot, amikor megakad. Ezt már észrevettem másnál is. Furcsa egy mechanika. Hát nyilván azt gondolja, hogy akkor jó. Tetszik maga, hogy sok XP-t ad. Meg ugye például ezt a csokrot is ott szedtem össze. Egy része ugyanaz, mint minden évben, de a versenyek tetszettek. Azt most élvezettel játszottam, Villő. Megválaszolva a kérdésed.
Meg ez is tetszett, hogy be kellett öltözni zöldbe, lopják az Outfit Factor ötletemet, halkan jegyzem meg. Úgyhogy... És aki kérdezte, te az újakat vagy a régieket szereted jobban lovakból? De igen, most sokan gyűjtik a régi lovakat, mert ugye kiveszik őket. Nekem lovas fesztiválban olyan jó, hogy 800 XP-t ad. Tényleg nagyon jó, megéri. És ezek a kis zöld bogarak, amiket közben gyűjtünk. Na, meg lett a Sophie. Annyira szere... Igen, engem csak az zavar, hogy egy csomó szettet nem tudok rárakni a régi lovakra. Egyre kevesebb van, ami jó. És plusz is ad a karakternek előző gene. Jó, igen, az mondjuk tényleg egy picit zavaró, hogy vannak olyan szettek, ami nem rárakható a régi lovakra. Szedünk egy kicsi bogarat. Mióta játszol ezt a szót? Jó kérdés, mikor kezdtük el, srácok? Ki emlékszik? YouTube-ra beírjátok, hogy induljon az SSO Coconut Mountain szerver, vagy induljon az SSO Anime Szúrdok első live, akkor be fogja adni. Ja, a Szent János bogár keringő. 18 óta, köszönöm, Ángyi. 18 január. Nem március óta játszom? Rosszul ja, mondjuk janával, januárba kezdtük, azt emlékszek téli evennél. Szólóba pedig már szerintem március, vagy április, vagy május. Valamelyik. Szegény Viki, pont mire lezárom a live-ot, addigra lefrissít, de játszani tudsz majd addig. Úgyhogy én régi motoros vagyok, csak kihagytam egy másfél-két évet kerekítve. Egyéb okokból. Úgyhogy... Na, ebből egy tök szép verseny lett, ezt szeretem. Mint új verseny. Közben utolsó lehetőség a rózsai élő célt kilőni, srácok. Ha nem, akkor majd újra rakjuk Fortnite-nál. Igen... Csak itt még nem tudom, hogy mikor, merre kéne kanyarodjak. Jó. Köszönöm szépen, Emma követés. Köszi, köszi. Ja, itt kell összegyűjteni majd egy csomó Szent János bogarat, ezt szeretem. Mindjárt olvasom, csak nekem van olyan, hogy 5 levelre kijegyzem a lovakat. Gondoltunk már mi is jár rá, hogy 8-ig ki kéne, vagy 5-ig, és utána az összeset feljebb. Ez az, visszük a bogarakat. Figyelj, Viki, próbáld meg, hogy legközelebb előtte levő nap mindig leupdate-olod. Hol a Hanna, a Mizu? Ha nem úgy, hogy hol van, hanem hol a mint, köszönöm is. És boldog húsvétot még egyszer minden most érkezőnek is. Áldott ünnepeket. És hogy vagytok, Hanna és M? Ez az, meg vagyunk. Most nekem az egyik új verseny déldélben, itt van a Lartnál, és bent az erdőben most vagy hülye, vagy bagos, ezt nem egészen értem. Meg azt gondolom, part lenne az a Lart. De várj, ezt most hova adod le? Ja, vissza kell menni. Na, van, aki mindig hetesre edzi a lovait. Amúgy az se egy rossz taktika. Látom, hogy rossz irányba megyek, mielőtt szóltok, csak szedek bogarat. Nem vagyok még eléggé bogarasnak. Szükségem van rád! Hallod? Hogy túléltem? Bár inkább fúltam volna meg. Így. Hallod? A gyökérem megálltam. Oké, és akkor újra szép az a vízesés. A cipőm is beázik, vízesés. Itt át tudunk menni. Nagyon szépen lezuhantam, igen. Ez csillagos ötös. Értékeljék, kérem szépen. Nem minden nap produkciót láthattak. Mire visszatalálok, ahonnan elindultunk, hallod? Mióta megy a live? Másfél órája. Most lesz majd lassan vége. Ja, jó, akkor át leeshetek. Ott a bogár.
Ott a bogár! Megvan. Nagyon gyorsan elrepült ez a másfél óra, nekem se tűnt fel amúgy. Part akart lenni a verseny, Adánál és Szent János bogarakat kell vadászni benne. Pont azt csináltam meg, Drew. Pont ezt csináltam. Úgyhogy szerintem így meg vagyunk. Voltál már? Igen, igen, YouTube-on vissza tudod nézni, Hanna. Mindenkinek mondom, srácok, aki TikTokon van, YouTube-ra írjátok be, hogy Mongufta Family, nyomjátok egyrészt egy feliratkozást, hogy ne maradjatok le a tartalmakról, és ott visszanézhető a mai live is, mert lassan majd én elköszönök tőletek. Úgyhogy én nagyon jól éreztem magam, remélem, hogy ti is. És hogy hallottatok engem, miközben szegény asszony megfullad a háttérbe, de már legalább gyógyul. Úgyhogy én köszönöm, hogy itt voltatok. Mindenkinek jó étvágyat az ebédhez, akinél már ebéd van, 12-14 van. Instagramba kirakhatom a fotót, csak ilyen. Igen, Instagramon is nyugodtan kövessetek be, Mongufta Family vagyok. Látni fogjátok, jelöljetek nyugodtan, meg ilyenek. És akkor legyetek jók. Délután pedig majd figyeljétek a TikTokot és a YouTube-ot, mert random lesz egy Fortnite Live. Ott most nem sok-sok meccset megyünk, csak párat. És nem tudni, hogy mikor kezdjük, úgyhogy addig legyetek jók, nézzetek vissza akár régebbi tartalmakat, akár TikTokon, akár YouTube-on, és mindenkinek addig is további szép napot, ha valaki már nem tud jönni délután. Sziasztok!